Gyakorlatilag minden matematikai segédeszközt használhattak a diákok az érettségén, ennek ellenére jól megizzasztotta őket az idei feladatsor. Könnyebbre számítottam, sokan mondták, hogy a páratlan évek mindig nehezebbek, de végül is megoldható volt. Egy-két feladat volt, amin ültem, hogy mégis hagyjam, de ment végül is. Az első részben 12 egyszerű feladatot kellett megoldaniuk a diákoknak 45 perc alatt. Az érettségi második felére ennél jóval több idejük, összesen 2 óra 15 percük volt. Tulajdonképpen felöleli az egész 4 éves matematika ismeretanyagot a matematika érettségi. Az első rész főleg ilyen volt, tehát ott volt tényleg olyan, hogy geometria, volt benne egy kis gráfelmélet, halmazelmélet, valószínűségszámítás, de egyszerű feladatokon keresztül. A 3 órás időkeretet nem használta ki mindenki. A legügyesebbek már 10 óra után nem sokkal befejezték a feladatsort. Az első része az elég korrekt volt, és időnk is volt rá bőségesen. Volt egy feladatán a 7-es, ami ilyen kicsit becsapósabb, egy állításnak az ellentétjét kellett ugye bebizonyítani. A második része, hát ott a választós feladatnál voltak nehézségek. A diákok egyelőre még nem lélegezhetnek fel, szerdán ugyanis a történelem érettségén kell majd bizonyítaniuk tudásukat.